Ezért csókolom, szép jó estét kívánok mindnyájuknak. Lassan véget ér a nyári szarvasan a színpadon, és a mai este kerül sor az utolsó felolvasó színházi előadásra. Engedjék meg, hogy az a Kodály Pál vagyok, Szarvasváros alpolgármester, a mai estének a házigazdája, mint ahogy már tapasztalhatták itt korábban. És nekem az a szerencsés helyzet jutott, hogy annak idején, amikor az első felolvasó színházi est volt, akkor is én voltam a házigazda. Ezen a nyáron 13 ilyen típusú darabot láthattak a kedves nézők, és elérkeztünk az utolsóhoz, és ennek az alkalommal szeretném önöket sok szeretettel és tisztelettel köszönteni. Engedjék meg, hogy tolmácsoljam önöknek ma este Elek Szilvia Pillangók című egy felvonásos drámáját láthatják. Elek Szilviáról tudni kell, hogy a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemnek a 3 diplomát szerzett, zeneszerzés, zongora és csembaló szakon, majd az Egyesült Államokban és Belgiumban tanult. Koncertező művészként, szólistaként és kamarazenészként is Európa számos országában fellépett, és visszatérő vendégművésze japán hangversenytermének is. Előadó művészként repertoárja a korabaroktól napjaink zenéig terjed, és gyakran lép fel kortárs zenei műsora. Hangversenyek, sorozatok, egyedi estek szervezője a Budapesti Régi Zenefórum nemzetközi fesztivál kitalálója és alapítója, valamint zenés irodalmi műsorok szerkesztője és rendezője. Az utóbbi években azonban irodalommal, így drámával, verssel, eszékkel is foglalkozik. Mint tudják, a Békéssavai Jókai Színház ebben az évben egy drámapályázatot írt ki, amelyre közel 200 mű érkezett. Ebből a 200 műből 13 darabot választottak ki, az a 13 darab került így bemutatásra, és erre Elek Szilvia Pillangók címmel adta be munkáját. Ugye, mint hallották, már bekerült a legjobb 13 közé. A legjobb 13-ból 2 mű kerül kiválasztásra, az egyiket egy szakmai zsűri választja ki, a másikat pedig önök a szavazataikkal fogják kiválasztani. El kell mondanom, mert ez már nem titok, hogy a szakmai zsűri ítélete alapján a díjat Elek Szilvia ma este bemutatott Pillangó című előadása nyerte el, a szakmai zsűri ezt tulajdonképpen minősítette a legjobbnak. A szerző nemzetközileg elismert csellista és zongoraművész, így talán nem véletlen, hogy drámájának hőse a német romantika nagy zeneszerzője Robert Schumann. Kedves hölgyeim és uraim, kellemes szórakozást kívánok a ma estéhez, kezdődjön a műsor és a játék. Már ezt a muzsikát belém hasított, vagy mi, mintha tűvel szurkáltak volna. Tudja, minden sok-sok éve történt. Fiatal voltam még, szinte gyerek, és ő neki, nem is tudom, hogy mondjam el, neki élnie kellett volna még, élhetett volna még, igen, még sokáig. Ha ez a nő, a felesége, nem teszi őt tönkre. Ó, hogy gyűlöltem azt az asszonyt. Egy időben valamennyi hangversenyére elmentem. Olyan szép volt, hogy nem mertem ránézni játék közben. Csak keserves sóvárgással lestem, hát ha elrontja végre valahol, hogy mellé jut, belezavarodik, elfelejt, hogy mi következik, de nem! Klára mindig tökéletes volt. Nem tudott hibázni. Én meg csak vártam, de nem volt szerencsém. Évekig. Hosszú évekig. Még nem tegnap este. Van
gondolom, szeretné hallani, hogy hogy is kezdődött ez az egész. Hát igen. A történet, amelyben én csak egy kis porszem voltam, akkor ott, Endelikben, már jó ideje tartott. Az ember pillangó, s a világ a virág, melyen ringatózik, s most a messzeségbe, a csodás tavaszi világból ipernek ki a pillangók, mert a tavasz maga az ajtó előtt áll, és rám tekint. S az ember pillangó! A híres embert akarják látni. Azt? Azt mi? Hát azt nem lehet. Híres ember, a híres is. Ez itt a négyes számú bolondszobája, aki alól ugyanúgy ki kell kaparnom a szart, mint a többiek alól. Ha meg összeugyozza magát, az ingét is cserélhetem. Semmibe sem különb az ötösnél vagy a kettesnél. Híres mi? Ja, persze. Pénzért. Nem, nem. Többé? Na jó, nem láttam semmit. Merészettek a kis ablakon. Kíváncsiskodunk mi? A főzeneigazgató úr. Főzeneigazgató úr, zeneszerző. Nekem aztán éles mindegy. Mi közöm hozzá? Nekem csak egy őrült, egy a sok közül. Engedjen el! Ne vettem bolond gombát, majd ha jó lesz. Jó vagyok! Láthatja, soha. Soha többet! Na jó, mindjárt úgyis reggel. Ezt az egészet meg felejtse el. A családjának semmi baja. Eusebius is jó van, meg az a Florestan, vagy kicsoda, higgy el. Elmegy a szoba sarkába egy mosdótálért. Akkor miért vagyok itt? Ha ők még élnek, én miért vagyok itt? Klara! Klara! Ezt nap mint nap megkérdi, negyedik hónapja, hogy minden nap megkérdi. Haja! Zongora! Clara! Te zongorázol! Én itt ülök, folyik a szemem és pázok, és te zongorázol. Clara, hát van neked szíved? Ja, azzal. Maga itt? Nem látta Emilia kisasszonyt? Az egész nagybizit rávár, meg magára. Jaj, professzor, azt sem tudom, hol a fejem, még csak most végeztük a voltással Schumannal. Clara, mi szép vagy ma. Haják, ő játszik. De ez a lány professzor úr szörnyű, amit művel, vagy az ördög bújt belé, vagy nem tudom. Miért? Mit csinált már megint? Hát nem valami bárgyújt. Azt mondja, nem ültet ecetet Schumann úr vizébe, aztán higgyem is el, csak úgy meleged. Ne mondja, hát meghibbant volna. Nem az első eset. És soha nincs el. Emilie! Itt vagyok, professzor úr. Kerestem meg. Elnézést. Kirocsant egy tálvíz az előtt, nem találtam a felmosót és... Kisasz. Talán nincs tisztában a házi rendel. 7 óra 15 nagy vizit a női osztályon kezdve. Maga miatt 3 kollégával 5 perccel várakozunk a folyosón. Hát mit kézzel? A kollégáknak sürkös feladataik vannak még. Nagyon sajnálom, elnézést kérek. És mi az a szórakozás az ápoltakkal? Legutóbb a pukkantós papírzacskók szegény Fiedman asszony lepedője alatt, most meg ez az ecetes. Talán inkább kis dedobóban kellett volna helyezkednie. Bocsánat. Nagyon sajnálom. Maga a szem meg mit áll úgy, mint egy faszem? Az a fiatal ember, aki a múlt héten jelentkezett nálunk, ma délután valóban eljött. Első pillantásra tejfölös szájú leginkének tűnt. Azt is hittem,
talán tőled akar majd zongora leckéket venni, de nem. A műveit szerette volna megmutatni, nekem hozott pár partitúrát a műveiből, ezeket mind végig zongorázta, mi páratlan tehetség. Harmóniái, hol földön túli szépséget, tisztaságot sugároznak, mintha csak egy angyal szállt volna képében a földre, hol a pokol legmélyéről zúgnak. Soha, soha nem múlhatom felül őt! Az én zeném könnyű kis limonádé, az övé szépséges, nehéz, aranyveres óbor! Jól jegyez meg ezt a nevet, Clara. Johannes Brahms. Mert ő a jövő, egyszer még majd áldani fogjuk a napot és a percet, amikor átlépte a küszöbünket ez a lánglelkű óriás. S hálát adhatunk az Úrnak, hogy párt fogoltunk, s barátunk lehetett. Drágaságom, nélküled kell elaludnom. Anélkül, hogy kezembe vehetném két kicsi puha meleg melleg. Figyelném, halkuló, pihegésed. Várom a holnapot, hogy újból itthon legyél. Mondja csak, milyen évszak van? Tél, december van már. Két hét múlva karácsony. Két hét múlva? Hm? Karácsony? Igen, Schumann. Mindjárt karácsony lesz? Igen, Schumann. A karácsony az... az nálunk mindig szép. Olyankor mindenki otthon van. Clara is. Aha. És Schumann úr? Jól érzi magát? Igen. Elég jól. Jól vagyok, jól vagyok. Jól vagyok. Remekül. Tökéletesen. Csodásan vagyok. Eusebius azt mondja. Ez az a dallam. Hallják? De nem, ez más, ez más! Eusebius, félre akarsz vezetni? Jó, ég, a roham. Már megint. Na, gyorsan, emelje hozzá a tűt! Eusebius, félre akarsz vezetni? Passze, kapja el, aztán kötözze már le! Ott állt az egész zenekar! A dallamot szólt! Emlékszel, Robert barátom! Miféle zenekar? Hát te is itt vagy. Hát szerint igyekezzem. Forrestal! Nehogy megint összezúzza magát. A Rajnai Szimfónia próbája volt. A filharmonikusok játszottak, és te... te dirigáltál Robert! Azt a dallamot! Hasszel összekedi Robert kezét. Hol az a tű? Emilie! Robert körbe-körbe rohan, mindenki őt próbálja elkapni. Jaj, nem! Nem akarok emlékezni! Herr Dietrich koncertmester! Herr Neumann első oboás! Herr Holzweier timpanista! Herr Dietrich, beintenék, ha figyelne! Egy, két, há! Á, figyeljenek már! Egy, két, hát! Mi olyan nevetséges, uraim? Nem értik? Ezt a dallamot akarom hallani! Egyszer és tisztán! Egy, két, hát! Kigúnyolnak a zeném, a dallamom tönkretesz. Hozzá már azt a tűzten, ugye? Hasszel és Richards lefogják, és a bácshoz kötözik. Richards beadja az injekciót Robertnek, aki elcsöndesedve lesz.